Gyűlnek az aláírások, az Európai Parlament petíciós bizottsága szerdán tárgyalt arról a kezdeményezésről, amely az európai kisebbségeket segíteni. A Magyi iskola a negyedik, újabb megyebeli oktatási intézmény kapott fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Málenki robot, a kommunizmus áldozataira emlékeztek ma a megyeházán, majd napkoron a gulág táborokba hurcoltak emlékére állított emlékműnél tartottak koszorúzást. Gyűlnek az aláírások a kisebbségeket támogató mentőcsomag mellett, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Európai Parlament petíciós bizottsága szerdán tárgyalt arról a kezdeményezésről, amely az európai kisebbségeket segíteni. A cél, hogy az olyan kisebbségeket támogassák nyelvi, kulturális vagy oktatási területen, mint például a határon túli magyarok. Ahhoz, hogy a mentőcsomaggal érdemben foglalkozzon az EP, 1 millió aláírás összegyűjtése szükséges. Eredetileg 11 intézkedést ajánlott az Európai Unió számára az a javaslatcsomag, amelyet polgári kezdeményezésként nyújtottak be. A magyarok mellett dániai, belgium és olaszországi német kisebbségek, valamint a hollandiai Friesföld tartományában élők is támogattak. Hosszas jogi procedúra után a 11-ből 9 javaslat esetében engedélyezte az Európai Bizottság az aláírásgyűjtést. Lényege, hogy egy új EU-s ajánlást fogalmaznak meg a kulturális és nyelvi sokféleség védelmében. Emellett az uniós támogatási programokat is úgy módosítanák, hogy azok a kis régiókban élők és a kisebbségi nyelvet beszélők számára is elérhetőek legyenek. A kezdeményezésről szerdán az Európai Parlament petíciós bizottsága tárgyalt Brüsszelben. A magyar képviselők kiemelték, számukra is fontos, hogy erről szabályozás szülessen, hiszen az a felvidéken, vagy éppen az Erdélyben élőkre is kiterjedne. Utóbbi területről már mintegy 260 ezer támogató aláírást össze is gyűjtöttek. Az RMDS azt vállalta, hogy 4 milliót összegyűjt, ezt meg is tettük, kicsivel többet gyűjtöttünk, de még nem álltunk le a kampánnyal olyan értelemben sem, hogy minden hétvégén most, ami még hátra van, én is járok, és biztatjuk az embereket, hogy hívják föl, írjanak Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő barátaiknak, rokonaiknak, akik uniós állampolgárok, mind aláírhatnak. A kárpátaljai magyarok speciális helyzetben vannak, mivel Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, rájuk nem terjed neki a szabályozás egyelőre. A kisebbségek ügyét azonban ők is tudják aláírásukkal támogatni. Kárpátaljai magyarok a magyar nemzetpolitika révén azért mégiscsak tagjai az egységes magyar nemzetnek, és a kettős állampolgárság révén azért van egy nagy lehetőségünk arra, hogy mégiscsak részt vegyünk ebben a Minority Safe Pack aláírásgyűjtésben, és azok, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal is aláírhatják, és részt vehetnek ebben, támogathatják, hogy könnyebben összegyűjjön az 1 millió aláírás. A kezdeményezés az unió összes kisebbségét segíteni. Becslések szerint minden 7. európai polgár valamelyik történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Ennek ellenére számos olyan terület van, ahol érdemben nem foglalkoznak a mentőcsomaggal, sőt folyamatosan támadják azt. Az Európai Bizottság, tehát az Európai Kormány elutasította az egészet. Erre a FOEN, a kisebbségi európai szervezet, az Európai Bíróság elé vitte a témát, és az egyik oldalon volt a hatalmas, nagy magasságos Európai Bizottság Románia, Görögország és Szlovákia támogatásával, a másik oldalon meg volt a kis Dávid, a FOEN, Magyarország támogatásával, és győzött a Dávid a Góliát ellen. Magyarországon a Rákóczi Szövetség vállalta az aláírások összegyűjtését. Bárki, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, aláírhatja a kezdeményezést, ezt akár online formában az interneten is megteheti, de elég bármelyik postahivatalba bemenni, és ott aláírni a gyűjtőívet. Az Európai Unióban jelenleg mintegy 50 millió őshonos nemzeti kisebbség él, az EU-ban viszont nincsen egy olyan átfogó szabályozás, amely az ő jogairól rendelkezze. A Minority Safe Pack polgári kezdeményezés elindítói szerint azért van szükség erre a kezdeményezésre, hogy mindenki szülőföldjén maradhasson és ott boldogulhasson. Ahhoz, hogy ezzel az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon, mintegy 1 millió aláírásra van szükség 7 tagállamból. És az 1 millió aláíráshoz még körülbelül 400 ezer aláírás hiányzik. A Kölcsey Televíziót Erdős József tudósította Brüsszelből.
Újabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmény kapott fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet, így már 4 intézmény büszkélkedhet ezzel az elismeréssel a megyében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól azok az intézmények kaptak ilyen címet az elmúlt 2 évben, amelyek többek között a tudatos internet használatot és a pénzügyi ismereteket is beillesztették az oktatásba. A Szabolcs megyei Magy általános iskolája a 38. intézmény, amelyik fogyasztói tudatosságra nevel. Itt a Magyi Általános Iskolában 25 óvodás, illetve 87 iskolás diák tanul. A pénzügyi ismeretek oktatása már több éves hagyomány az intézményben. Banki szakemberek támogatásával minden évben részt vesznek a diákok egy pénzügyi vetélkedőn, illetve a Pénzhét programsorozatnak is tagja a Palásti László Általános Iskola. Nem célzottan direktbe adjuk át ezeket az ismereteket és a szemletet, hanem tevékenységbe ágyazottan. Nagyon örülnek az interaktív tananyagoknak a gyerekek, illetve az interaktív előadásokra is szívesen eljönnek, amiket szervezünk tematizálva. Vannak kérdéseik, amikre megfelelő szakemberektől megfelelő és kielégítő válaszokat kapnak. Ennek eredményeként a Magyi Általános Iskola a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megkapta a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Azok az intézmények, akik ilyen elismerést kapnak, valamilyen színes, de gyakorlatias módon olyan feladatokat is beépítenek a tananyagba, amely megtanítja a diákoknak a felnőttkori helyes fogyasztói szokásokat. Nyilván ez egy általános iskolás korban nem jelent elsősorban jogi ismereteket, illetve azt, hogy milyen lehetőségei, jogai vannak a vásárlás során, hanem fontos számunkra, hogy egyfajta szűrő alakuljon ki bennük a vásárlás során, de tudják azt, hogy mit érdemes megvásárolni és mit nem, illetve hát ők is már egy komoly célcsoportja az internetes kereskedelemnek, ugye az Z-generáció is folyamatosan használja az internetet, és azért is fontos, hogy lássák, hogy milyen lehetőségei vannak webáruházból rendelni, mire kell ott figyelni, és a Magy község Palásti László általános iskola és óvoda pályázatában láttuk, hogy mindezeket kiemelten figyelik, gyakorlati ismereteket adnak át, akár osztályfőnöki óra keretében, akár pénzügyi tudatosság területén, vagy fenntartható fogyasztás területén, és ezen felül pedig az internetes kereskedelem adta lehetőségeket, illetve veszélyeket is komolyan és hangsúlyozottan követik. Mivel a tanterv szerint nincs olyan kötelező óra, ahol a fogyasztói tudatosságot oktatni kell, ezért a minisztérium közvetett módon motiválja az intézményeket ennek bevezetésére. A megyében már 4 ilyen intézmény is van, országos szinten pedig 38 iskola kapott kitüntetést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A következő generáció tudatformálása jelenik meg az oktatáson keresztül. Mindig hangsúlyozom, hogy az iskolában nem csak tanítani kell, nevelni kell, hanem értéket is kell adni. Most itt annak a tanúi voltunk, hogy a gyerekek megtanulják kezelni az értéküket, akár környezetvédelmi, akár forrás erőforrás, tehát pénzügyi szempontból másképp gondolkodnak. A fogyasztói társadalomnak egy újfajta dimenziója nyílik meg ezekkel az oktatással. Az átadón elhangzott, a magyi intézmény példaként szolgálhat a többi település számára is. A kommunizmus áldozataira emlékeztek ma a megyeházán. Az ünnepséget követően napkoron a szovjet gulág táborokba hurcoltak emlékére állított emlékműnél tartottak koszorúzást. Magyarországon 2001 óta minden évben ünnepségeken, különféle rendezvényeken idézik fel a kommunizmus vészterhes korszakát, visszagondolva az áldozatokra és felhívva a figyelmet a tanulságok levonására. A megyeházán a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei és a Nagykálói Meglepetés Együttes közreműködésével tartottak megemlékezést a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő közel 9 évet töltött börtönökben és munkatáborokban. A politikus emblematikus letartóztatása az első állomása volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik, Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió főt. Az országgyűlés 2000-ben február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. A nyíregyházi megemlékezésen Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta,
Nem szabad felednünk a kommunizmus rémtetteit, azokat újra és újra fel kell idéznünk, meg kell ismernünk a személyes történeteket és a tényeket. A kommunista diktatúra feltárása azért is fontos, hogy ismerjük miben létét. Ismerjük és felismerjük, hogy messziről felismerjük a valódi diktatúrát. És ahogyan egy közelmúltbeli könyvbemutatón elhangzott, a fiatal politikus nemzedék egyik képviselőjétől, hogy ne forduljanak elő olyan tájékozatlanságról tanúskodó nyilatkozatok, amelyek a szabadon választott kormány és a diktatúra közé egyenlőségjelet tesznek. A rendszerváltás után született nemzedéknek már csak történelem az emberi sorsokat romokba döntő kommunista rendszer. Ezt már Román István mondta ünnepi beszédében. A megyei kormány megbízott kiemelte, a mai fiatalok számára már elképzelhetetlen a kommunizmus elnyomása, a véleménynyilvánítás és a szabadság hiánya. A véleménynyilvánítás szabadsága ma már alkotmányban biztosított jogunk. Ma már az embereknek megadatik az a lehetőség, hogy szabadon utazzanak az egész világon, véleménynyilváníthassanak, sőt beleszólhassanak az ország sorsának irányításába szabad választásokon. Mai emlékezés célja nem az, hogy sebeket szakítson föl, hanem hogy tájékoztasson, fölvíja a figyelmet, hogy olyan döntéseket kell meghoznunk, melynek eredményeképpen a jövőben nem fordulhat elő hasonló időszak egyetlen ország történetében sem. A megyeházán rendezett ünnepséget követően a megemlékezés résztvevői napkoron a szovjet gulág táborokba hurcoltak emlékére állított emlékműnél tartottak koszorúzást. Országjáró fórumsorozatra indult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a helyi termelők és magyar élelmiszer népszerűsítése céljából. Az előadásokat általános és középiskolás diákoknak szervezik, hogy felnőttként olyan tudatos vásárlók legyenek, akik a hazai termékeket helyezik előtérbe. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskola volt az országjárás 25. állomása. Kóstolóval készültek a helyi termelők és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskolában. Az intézményben a mezőgazdaság sokszínűségét ismerhették meg a diákok, akiknek már nem volt ismeretlen az agrárkamara, korábban a mézes reggeli programnak is egyik állomása volt az iskola. A csütörtök reggel apropója az itthonról otthonra edukációs közösségi profil volt. Ezen keresztül az egészséges táplálkozásra és a magyar élelmiszerek fontosságára hívják fel a figyelmet a szakemberek. Az internetes látogatottság alapján döntött úgy a kamara, hogy az ott elérhető adatokat előadás keretében mutatják be a diákok számára az ország különböző pontjain. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a tanulók a későbbiekben tudatos vásárlókká váljanak, és előnyben részesítsék a hazai termékeket. Személyes tapasztalataim nagyon jók, nagyon nyitottak a gyerekek, örömmel fogadják az előadás anyagát, mindig vannak kérdéseik, és ami külön öröm számunkra, mindannyiunknak, akik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál dolgozunk, hogy ezt az előadásanyagot, amit összeállítottunk, érintve 6-7-8 tantárgyat korosztálytól függően, eddig minden iskola kérte, hogy hagyjuk ott, és biztosítottak minket arra, hogy a jövő évi tanévben ezt be is építik a tanrendjükbe. Az országjáró fórum megyei jogú városonként két intézményben szervez előadásokat. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskola volt a 25. állomás. A kormány megbecsüli a nőket és az időseket, hangzott el a Fidesz csütörtöki sajtótájékoztatóján. Csók István, a párt nyíregyházi szervezetének alelnöke kiemelte, a 65 év felettieknek az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagot osztott és hozzájárult a rászorulók üdüléséhez is. A legutóbbi 3%-os nyugdíjemelés 2,7 millió embert érintett. 2018-ban továbbra is folytatódik a 40 program, továbbra is biztosítva van a nők, ha akarnak 40 év után munkaviszony után nyugdíjba mehetnek. Ezen kívül a gazdasági növekedés, hogyha megengedi, akkor a nyugdíjak emelése a 2018-19-es évben is tovább fog folytatódni a rezsicsökkentéssel együtt. Az idén 3%-os növekedés volt a nyugdíjaknál, és ez az inflációt követően, tehát a ráértéke az megmarad a nyugdíjnak. 2019-ben meg a gazdasági eredmények engedik, akkor továbbra is a nyugdíjemelés várható.
A Magyar Szocialista Párt az elmúlt hónapokban kritizálta a határkerítést, véleményük azonban megváltozott. Bár nem szeretik a határkerítést, de jobb megoldást nem látnak arra, hogy megvédjék az országot. Ezt Hiller István mondta a párt sajtótájékoztatóján, kiemelve, hogy nem akarták és nem is akarják lebontani a kerítést. Hozzátette, a határbontó plakát egy hazug kampány része. Én közel három évvel ezelőtt elmondtam, utálom a kerítést, de ennél jobb megoldást nem látok. Ez azóta az MSZP-nek, a párbeszédnek közös programjába rögzített választási mondata. Akárhány százmilliót, akárhány milliárdot ölnek bele a hazugságukba, akkor sem akarjuk lebontani a kerítést. Arról nem akarunk lemondani, de épeszű ember teljesen mindegy, hogy hogy gondolkodik, jobboldali vagy baloldali, vagy egyáltalán semmilyen oldalhoz nem kötődik, arról nem tehet le, hogy olyan világban éljünk, olyan Európában és olyan világban, ahol nincsen szükség kerítésekre. Történelmi választás előtt állunk, hangzott el a Jobbik csütörtöki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Ha kormányra kerül a párt, kiemelt hangsúlyt kap majd az egészségügy fejlesztése, megszüntetik a hálapénzt és a várólistákat, mondta Lengyel Máté országgyűlési képviselőjelölt. A fejlesztések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a megyei kis- és középvállalkozásokra is, hogy csökkentsék a városból elvándorlók számát. A Jobbik kormány kiemelt hangsúlyt fog fektetni a KKV-szektor, a magyar kis- és középvállalkozóknak a fejlesztésére. A multinacionális cégekkel kötött stratégiai szerződéseket újra fogjuk tárgyalni, épp az ott dolgozó magyar embereknek a bér növekedése érdekében. Stratégiai szerződéseket fogunk kötni a kis- és közepes vállalkozásokkal. Parasportágakkal ismerkedhettek meg, és parasportolókkal is találkozhattak a fiatalok a nyíregyházi Zay Anna szakgimnáziumban, a Magyar Parasport Napja alkalmából rendezett eseményen. A programok nem csak a sportolást szolgálták, hanem az is cél volt, hogy a diákok közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élőkhöz. Az országgyűlés tavaly december 12-i ülésén egyhangulag megszavazta a Kulturális Bizottság 5 párti kezdeményezését. Ennek értelmében hivatalos napja lett a magyar sportnak, a magyar diáksportnak, a magyar siketsportnak és a magyar parasportnak. Közülük a Magyar Parasport Napjának a február 22-i dátumot választották. A dátum szimbolikus, 1970-ben ezen a napon alakult meg a mozgásgátoltak Halassi Olivia sportklubja a mozgásjavító intézmény falai között. Balcó András, aki itt nőtt föl Nyíregyházán, olimpiai bajnok, világbajnok volt, valahogy ő úgy fogalmazta meg, hogy a sport eszköz arra, hogy megmutassa a látható világnak, hogy mi az, ami mögötte van, ami nem látható világ. Tehát ami szemmel nem látható, én így értelmezem, ahogy ő mondta, ami szívvel értelmezhető. Tehát az a szeretet, ami bennünk van embertársaink iránt. És ez a Magyar Parasport Napja, amikor egy egésznapos rendezvénysorozattal a közvélemény is megismerheti őket, hogy milyen sportágak vannak, hogyan élnek ők, hogyan teljesítenek, milyen eredményeket érnek el, ez számunkra nagyon fontos. A Magyar Parasport Napja alkalmából Budapesten nemzetközi konferenciát szerveztek, illetve minden megyeszékhely egy-egy iskolájában lélekmozgató szlogennel sporteseményeket rendeztek. Nyíregyházán a Zay Anna szakgimnázium adott otthont a rendezvénynek, melynek az volt a célja, hogy a diákok a sporton keresztül közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élőkhöz. Pontosan ez a legfontosabb küldetése, hogy amellett, hogy a sportra, a parasportra egy picit rávilágítjuk a figyelmet, amellett azért pontosan azt erősítjük, hogy bizony kapcsot kell kialakítani az egészséges sportolók és a parasportolók között, hiszen ez az életnek a rendje, hogy ők egymással, egymás mellett élnek, és a sport ezt csak megerősíti ezt a történetet. És mondom, hogy maga a parasport napja ezért szimbolikus jelentőségű, mert reméljük, hogy ebből a kapocsból, amit a sport kapcsán létrejön gyerek és gyerek között, vagy sportoló és sportoló között, az akár barátsággá is fejlődhet, és azt hiszem, hogy az életnek azért ez a legfontosabb összetartó ereje. Medibal, ülőröplabda, erőemelés, vakfutás. Többek között ezeket a parasportágakat is kipróbálhatták a fiatalok testnevelési órák keretében. A diákok a megyei parasport kiválóságaival is találkozhattak, akik országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el.
Így ellátogatott a Zay Anna szakgimnáziumba Tóth István, a fekvenyomó GPC világkupa többszörös abszolút első helyezettje, Kertész Róbert, a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapatának OB győztes tagja, valamint Tarjányi István kerekesszékes vívó, aki Európa-bajnoki és világkupa harmadik helyel is büszkélkedhet. Lássák azt, hogy ő azért egy kerekesszékbe ülve, hát nagyon nehéz olyan sportágakat, hát sportágakban versenyezni, ahol hát szívvel, lélekkel, és csak úgy lehet, hogy sikereket elérni, hogy igenis, tehát a sérülésükből adódó hátrányukat előbb le kell nekik győzni. És ugye ott vannak az ellenfelek, őket szintén. Tehát neki kétszer annyit kell teljesíteni, mint a normál versenyzőknek, olimpikonoknak. A diákok a lélekmozgató program keretein belül megnézték a Lehetetlen határán című dokumentumfilmet is. Az alkotás 5 sikeres magyar parasportoló élettörténetén keresztül mutatja be a magyar parasport fejlődését és a versenyzők sikereit. 4-0-ás vereséget szenvedett az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatként még versenyben lévő Sényő az MTK otthonában a labdarúgó Magyar Kupa 8-ad döntőjének első mérkőzésén. A visszavágót február 28-án rendezik Sényőn. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Gyűlnek az aláírások a kisebbségeket támogató mentőcsomag mellett. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága szerdán tárgyalt arról a kezdeményezésről, amely az európai kisebbségeket segíteni. A cél, hogy az olyan kisebbségeket támogassák nyelvi, kulturális vagy oktatási területen, mint például a határon túli magyarok. Ahhoz, hogy a mentőcsomaggal érdemben foglalkozzon, az EP 1 millió aláírás összegyűjtése szükséges. Újabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmény kapott fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet, így már 4 intézmény büszkélkedhet ezzel az elismeréssel a megyében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól azok az intézmények kaptak ilyen címet az elmúlt 2 évben, amelyek többek között a tudatos internet használatot és a pénzügyi ismereteket is beillesztették az oktatásba. A Szabolcs megyei Magy általános iskolája a 38. intézmény, amelyik fogyasztói tudatosságra nevel. A kommunizmus áldozataira emlékeztek ma a megyeházán. Az ünnepséget követően napkoron a szovjet gulág táborokba hurcoltak emlékére állított emlékműnél tartottak koszorúzást. Magyarországon 2001 óta minden évben ünnepségeken, különféle rendezvényeken idézik fel a kommunizmus vészterhes korszakát, visszagondolva az áldozatokra és felhívva a figyelmet a tanulságok levonására. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 22-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk. Eleinte döntően egy mediterrán ciklon alakítja térségünk időjárását, hatása azonban péntek estig lassanként már gyengül. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, havazás valószínű, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délutántól felszakadozik, estétől csökken a felhőzet. Csapadék napközben már nem valószínű. Az északkeleti szél időnként megerősödik. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. A hétvégén napos időre van kilátás, majd hétfőn délután erős felhűsödés várható, és estétől már hó is hullhat. Kedden és szerdán többfelé számítani kell havazásra. A hétvégétől a sok helyütt megerősödő északkeleti széllel egyre hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Északánként a havas, szélvédett tájakon -15 fok alatti értékeket is mérhetnek, és országszerte fagyos nappalokra készülhetünk, helyenként még kora délután is -5 fok közelében marad a hőmérséklet.